Önök a Líceum televízió adását látják. Nagy tisztelettel köszöntöm a Líceum televízió kedves nézőjét a Sport című magazin műsorunkban. A mai nap folyamán kézilabda lesz a fő témánk, és hát azt el kell mondanom kedves nézőinknek, hogy történt egy kis műsorváltozás. Már itt az én fejemben igazából egy kicsit, hiszen úgy volt, hogy Kis Gergő és Juhász Zoltán az SBS Eger Eszterházi férfi kézilabda csapatának játékosai érkeznek ide hozzánk. Azonban egy pár órával a felvételünk elején le kellett mondaniuk ezt a találkozott ezt a beszélgetést, hiszen a hétvégi mérkőzésük utózengőjeként hát csapat megbeszélésen vesznek részt. Még szerencse, hogy éppen a női csapat technikai vezetői Rutka Péter itt járt a stúdióba az aktuális hétvégi felvételért. Éppen ezért akkor amolyan tűzoltó akcióként Petivel fogok most beszélgetni. Szia Rudi, köszönöm, szia, hogy itt vagy ismételten. És hát akkor így igazság szerint elsősorban elsőként nem a férfi kézilabda csapatról beszélünk, hanem a nőiről. Jobb is egyébként így, hiszen legalább boldogabb lesz így a beszélgetésnek a témája. Ti ugyanis hétvégén nyertetek, méghozzá 7 góllal, nem 6 góllal, ugye? Az Inárcs Örkény ellenében 34-28 vertétek meg a 8. helyen álló inárcsiakat, és hát ezzel vezetitek az NB1 B-keleti csoportját továbbra is. Aztán arról majd beszélünk, hogy miért volt örömteli még ez a hétvége, a Fradi Újpest mérkőzés leszámítva, hiszen ugye te is nagy Fradi drukker vagy, de hát a Vasas kikapott, erről majd mondom, mit kicsit később, beszéljünk erről az Inárcs Örkény meccsről, milyen volt. Ez a hétvége nagyon jól sikerült, hiszen nyert a junior csapatunk is, a felnőtt csapatunk is, ugye a Fradi is, és hát a Hajdunánás is megverte a Vasast. Hát egyedül a fiú mérkőzés árnyékolta be egy kicsit ezt a vasárnapot, de hát ugye most arra kérte, hogy a csapatomról beszéljünk egy kicsit. Azt gondolom, hogy ez az Inács nagyon rossz taktikát választotta ellenünk, hiszen az első 20 percet nagyon-nagyon megnyomta. Ugye mi csak futottunk az eredmény után, illetve azután sem, mert rengeteg technikai hibával kézilabdáztunk, de ebbe a rohanós tempóba meg, ebbe, hogy felőröltek a védekezésükkel is minket ott az elején, ezzel nagyon-nagyon rossz taktikába mentek bele, hiszen szerintem mind taktikailag, mind erőfölényben vagyunk az összes csapattal szemben, hiszen rengeteget edzünk. És ugye a 20. perctől átvettük a mérkőzés irányítását, és ismét egy nagyon magabiztos győzelmet sikerült aratnunk. Itt a felvétel előtt pont együtt voltunk egy helyiségben, egy hangstúdióban, ahol visszanéztük a mérkőzést közösen, és hát megint megfogalmazódott bennem az, hogy mi a nyavaja van ezzel a csapattal az első félidőben, hiszen ez már tendencia ebben a szezonban, hogy az első játékrészben rendre álmosan kezdünk, az ellenfél vezet, aztán utána kijön a jobb fizikális különbség, meg hát jobb tudás, illetve hát a játék tudás is, és hát egy elég sima mérkőzést tudtok játszani. Ezt látjuk most az Inárcs Örkény ellen is. Mi lehet ennek az oka? Sikerült ezt már megfejteni? Ezt szerintem már senki nem fogja megfejteni, illetve mi sem tudjuk, illetve nevesebb szakemberek sem tudták megfejteni. Egyszerűen rejti, hogy miért. Ez már szerintem a bajnokság végéig így fog lezajlani. Persze, ameddig így néz ki a forgatókönyv, hogy az eleje rossz, a vége jó, de nem probléma. A Nyíradony ellen meg pont fordítva volt, mert az eleje volt jó, igen. Utána meg teljes csőd volt. Hát maradjon így, hogy az eleje egy kicsit nehézkesen indul, de aztán a végére mindig felőröljük az ellenfeleinket. Akkor mondjuk, hogyha a közeljövőben azok az egri kézilabda barátok, akik kilátogatnak a meccseitekre, és azt látják, hogy az első fél időben jól játszottok, akkor elkezdhetnek aggódni? Igen, meg hát akkor jöjjenek úgy, hogy 4 óra 20-ra érnek a csarnokba, és akkor az elejét, azt az ávos kezdést nem látják. Bár komolyan mondom, érthetetlen, mert edzésen fantasztikusan dolgoznak a lányok, mind lövéstéren, minden taktikai szempontból nagyon jó. Aztán egy negyed órának 20 percnek mindig el kell telni, miután a megbeszélteket csinálják. Igen, beszéljünk kicsit a játékosokról, hiszen itt az elmúlt időszakban, ugye tavasz eddig 4 mérkőzést játszottatok le, 3 győzelem, 1 vereség, ugye ez a Nyíradony elleni mérkőzés, ami 2 héttel ezelőtt, sőt, ez volt az 5. mérkőzés. Ez már 4 győzelem. Igen, tehát 5 mérkőzés volt. Ugye a Kecskemétet itthon simán nyertétek, vagy vertétek, utána Hajdunánáson is 7 gól, az a Nyíradony meccs csúfítja eddig a tavaszt.
Hát én azt gondolom, hogy ha ez egy vereségetek lesz tavasszal, akkor úgy gondolom abszolút belefér. Viszont utána javítottatok és 10-el vertétek a Szent István csapatát a Budapesten, és most hétvégén 6 góllal itthon az Inárcsörkén csapatát. Tehát 5 meccs, 4 győzelem. És hát én úgy gondolom azért ez egy jó kezdés, most már azért ezt megállapíthatjuk. Sikerült úgymond a Nyíradony meccs után kijönni a kátyúból, a gödörből. És hát a játékosok is úgy tűnik, hogy egyre jobban átérzik a feladatnak a fontosságát. Itt pont az előző mérkőzést, az Inács mérkőzést visszanézve beszélgettünk arról, hogy van egy-két olyan játékos, aki igencsak felnőtt a feladat szintjéhez, komolyságához. És itt most elsősorban például Molnár Nikire gondolok, aki hosszú hetek óta kimagaslik mind edzés munka, ahogy hallottam, mint pedig ugye a mérkőzésen nyújtott teljesítmény alapján. Hogyan látod ezeket a kérdéseket? Jól látod ezt a dolgot, illetve mindenki, aki így gondolja, nagyon jól látja, de ide sorolnám még a Fekete Dorinának a kapus teljesítményét, aki 3-4 hete fantasztikusan véd. Ugye Nyíradonyi Betlitől is ő mentett meg, hogy ne legyen olyan hatalmas vereség ez, illetve azóta fantasztikusan őrzi a hálunkat, úgymond. Nagyon nagy biztonságot ad ez a védekezésnek, ugye a játékos társainak, hiszen tudják, hogy van egy kapus, aki akár még az ígyszereket is megfogja. De hogy a támadás is kiemeljük, igen, a Molnár Niki is hosszú hetek óta játszik káprázatosan. Nagyon nagy lendületet ad a csapatnak, úgy, mint ezt a Barbara szokta. És hát nem csak a befejezésekkel, hanem a gól, passz, gólok elég kikészítésében is jeleskedik. Én nagyon örülök neki, hogy egyre több kulcsjátékosunk van. Hát igazából a Nyíradony elleni meccsen mindig feljön ez a téma, ott ugye majdnem az egész csapatunk betlizett. Az elég nagy port is kavart, hiszen a szponzorunk egy kicsit megfette a játékosokat, illetve minket is. Ez kicsit lelkileg is úgymond démonizálta a csapatot. Ebből ki kellett jönnünk, ebből a hullámvölgyből, amit belekerültünk. Itt ezt a vereséget jobb elfelejteni, nagyon sok összetevője volt. Ugye csak nem hazai pályán játszottunk, mert nem edzettünk a kölcsarnokban egyszer sem. Sok összetevője volt, ez már a múlt. Ezen át kell lépni, lezárultak ezek a viharfelhők is, amik keletkeztek a csapat fölül, lezártunk mindent, úgyhogy most már csak a jövőre koncentrálunk, és csak a saját dolgunkkal foglalkozunk. Itt említettünk egy pár játékost, én azért hogyha az Inárcsörkény mérkőzés, a vasárnapi utolsó találkozótokról beszélünk, akkor azért egy játékost megint csak ki lehetne emelni, Bárkai Biancát. Ugye van nehézségetek bőven, hiszen azért betegségek, sérülések sújtják a csapatot. Sárdi Alexander ugye hosszú hónapok óta harcképtelen. Azt ugye tudjuk, hogy télen Nagy Iza otthagyta a csapatot. Benedek Rékának ugye keresztszalagszakadás van a térdében, és hát ha ez nem lett volna elég, akkor az eddigi gyakorlatilag első számú gólfelelős, hiszen a házi góllövő listán első helyen álló Kovács Viktoriának izomszakadása van a combjában, ugye? Mennyi időt fog ő kihagyni? Egy ártalmatlan szituációban nem is tudjuk, hogy mikor keletkezett ez a sérülés, mert csak jelezte, hogy szúr neki itt a combjában hátul. A Gyuró megvizsgálta, azt mondta, hogy valószínűleg be van szakadva itt az izomrost, pihentetni kellene. Ugye Szent Istvánon nem volt mese, nevezni kellett a Vikit is, hiszen nekünk ott nyerni kellett volna. Hiszen egy nyilvánnyi vereség után mentünk a Szent Istvánhoz. Itt már az Inács ellen igaz nevezve volt, de egy percet nem lépett pályára, hiszen kimérnünk kell a lábát, hogy a Kispest ellen 100%-os legyen. Hát most kihagyja a teljes hetet, szóval nem is edz. Meg a csorbás meccset is. Meglátjuk, hogy át kellene kiöltözni, vagy nem, ezt majd Hege eldönti. De azt gondolom, hogy a mérkőzést is ki fogja hagyni, maximum tartaléknak odaül a padra. Pihentetni kell a lábát. Előző héten sem edzett vele, most már fizikoterápiára is jár, úgyhogy a Kispest ellen 100%-osra kell hoznunk, hiszen utána jönnek a komolyabb riválisok. Kispest, Vasa, Sorosháza, Szeged, még erre nagy szükségünk van, hogy a Viki ott legyen. És mindig előjön ez a házi góllövő lista, ugye a Barbara ezért is előzte meg, vagy nem csak ezért, de ugye ez az oka annak, hogy a Viki kevesebb gólokat lő mostanában.
De hogy miért hoztam fel a Kovács Viki személyét, illetve hát magát a bal szélső pozíciót, mert az Inárcsi ellen nagyszerű helyettesének bizonyult Bárkai Bianca, aki úgy lőtt 7 gólt, hogy 7 kísérletből lőtt 7 gólt. És hát talán, hogyha valamire nem lehetett számítani előzetesen, akkor az, hogy Bárkai Bianca 7 gólt fog lőni. És itt természetesen nem negatív jelzőkkel akarom ezt a kijelentésemet ellátni, de hát valóban Bárkai Bianca azért nem egy úgymond kezdőember, egy meghatározó játékos ebben a csapatban, viszont mint epizód szereplő remekelt a hétvégén. Én bárkire azt tudnám mondani, szóval itt nincsenek kezdő vagy nem kezdő, kevesebb játék lehetőséget kapó játékosok vannak, viszont hétről hétre látszik, hogy élni tudnak a lehetőséggel. Rengeteget edzünk, szóval nem is lehetne. Maximum ez a lámpaláz van bennük, hogy ugye nem játszanak annyi mérkőzésen, nincs bennük annyi perc, mint a többiekben. Mit a Bián is az elején azért látszott egy kicsit, hogy izgul. Szokatlan volt neki, hogy egyből bent van a mélyvízbe, utána viszont bátran ugyanazt a játékot hozta, amit a Kovács Vikitől megszoktunk. Illetve a Bia helyettes, a Őri Anna Mária is bármikor bevethető, hiszen az edzés munkában azt gondolom nagyon sokat léptünk előre. Koncentrálnak a feladatokra, maximális erőbedobással hajtjuk végre. Ebben is fejlődtünk szerencsére, mert ebben azért volt némi hiányérzetem, meg Hegének is. És hát igazából a mérkőzéseken most kijött, hogy nem véletlenül dolgozunk mi ennyit. Nem sok van hátra, csináljuk tovább, és remélem, hogy a bajnokság végén feltesszük a koronát a teljesítményünkre. Azt mondtad most, hogy sokat dolgoztok nagyon. Csak egy picit ilyen kínos, vagy kényes témába, hogyha belemennek. Én hallottam olyan visszhangokat, hogy nagyon sokat edzenek a lányok, és hogy talán már túl sokat is, hogy talán ennek is köszönhető néha mondjuk egy-egy fásult állapot. Most viszont én azt hallom, hogy talán ott a Nyiradony meccs után volt egy komolyabb megbeszélés, és ott kicsit, mint hogyha új alapokra lettek volna ezek a dolgok helyezve. Én úgy tudom, hogy például a hétfőn nem is volt edzés, most kedd délután edzetek először a vasárnapi meccs óta. Tehát valószínűleg jelezték akkor ezt a lányok, hogy sok az edzés, vagy kicsit máshogy kellene, vagy más szemlélet van, mert most úgy tűnik tényleg, mintha a lányok is azt mondanák, hogy tehát jók most már, tehát hogy nem nincs annyi edzés, fel tudnak készülni, nincs az a fájdalom, az izomfájdalom, ami mondjuk tényleg egy ilyen erős edzés után jellemző volt. Hogyan látod ezeket a dolgokat? Vagy van ebben ráció, amit mondtam? Igazából a megbeszélésen nem hangzott ez, hogy sok edzés az nem, mert ugye bevezettük azt, hogy mérkőzés előtt, ha vasárnap játszunk, szombaton egy-egy órás átmozgató edzés van, illetve már a pénteki is egy ilyen egy óra 10 perces körül szokott lenni. Ebben változtattunk. Ugye kettőt csütörtökig különböző csoportokba tartunk kondicionális edzéseket is, és a délutáni az mind labdás. Én, mint mondom, itt a téli felkészülésünk is csorbára sikeredett, hiszen a sítábor betegségek miatt azért nem tudtuk elvégezni azt a munkát, amit szerettünk volna. Ugye volt olyan játékos, aki végig dolgozta, végig melózta a felkészülést, ott valóban lehet érezni azt, hogy fásultabbak voltak, illetve ki kell emelnem a háttérben zajló összevisszaságokat, amik zajlottak. Nem volt túl szerencsés, hogy mindenki mindenről tud, mindenről értesül, és igazából lelki problémák is voltak, mind nálunk, mind a csapatnál. Azt gondolom, a Nyiradony vereség jókor jött pofon, ahogy ezt szokták mondani, ismételten visszatértünk a helyes útra, ott tartottunk mi is egy megbeszélést, hogy ki miben látja a kudarcnak az okait, megbeszéltük, lezártuk, és mint ahogy az kiderült, újra a régi úton vagyunk. És azt gondolom, hogy a játékunk is kezd hasonlítani az őszi csapatéhoz. Remélem a rangadókon is ugyanezzel a mentalitással, és ugyanígy fogunk neki menni, és akkor nem lehet gond. Ahogy mondtad, hogy a Nyiradony mérkőzés után jött egy újabb fordulat, és utána a helyes útra visszatértetek. Hát akkor nagyon úgy tűnt, hogy többet már nem bukhattok ebben a bajnokságban, tehát több mérkőzést már nem lehet elveszíteni, hogyha bajnok akarunk lenni. Nos, hát úgy alakult a hétvége, hogy még egy vereség akár még így is beleférhet. Hogy miért, javaslom, hogy nézzük meg ezt. A 18. fordulót rengeszék tehát az előző hétvégén az NB1-B keleti csoportjában. Ennek az eredményeit ismertetném most önökkel. Én pedig Peti arra kérlek, hogy akkor egy-egy mondattal kicsit elemezzük az eredményeket. A Szeged KKS-e csapata otthon 30-27-re verte a Szent Istvánt.
Szünetben vezetett a Szent István 6 góllal. Pont egy értékelést hallgattam tegnap a szegedi oldalon. Hát kicsit sajnálom, hogy a Szeged önbizalmát nem tudták elvenni, hiszen meg tudták fordítani ezt a mérkőzést. Nehéz ütközet lesz az Eger-Szeged mérkőzés is. A másik szegedi csapat, ha így tetszik, a kisebbik szegedi csapat, a gyengébb szegedi csapat otthon fogadta a Kecskemét Gárdáját, akik ellen kiesési rangadó, 34-25 lett a vége, 19 gólos hazai győzelem, tehát ez szerintem nem meglepetés azért. Hát ezzel szerintem a kis Szegedben is fog maradni az NB1-s bajnokságban. Csorvás-Kispest mérkőzés 34-41, 7 góllal nyert a Kispest Csorváson. Hát ez papírforma, de azért attól függetlenül, hogy a Csorvás ugye 2 ponttal az utolsó helyen áll, azért nem volt olyan magabiztos talán ez a 7 gól, nem? Hát, ha belegondolunk, mi is hazai pályán azért az első félidőben csak 3 góllal tudtunk vezetni. Nagyon-nagyon nehéz egy ilyen csapat ellen játszani, akik ölik a kézlabdát és lassítják az ellenfelüket. Mi most nem is tudom, hogy a héten hogy készüljünk, hogy a serdülő csapatunkkal játszunk edzőmeccset, vagy nem is tudom, mert nagyon nehéz rájuk felkészülni, hiszen ölik a kézilabdát. Szerintem egy sima kispesti győzelem volt. És akkor jön a számunkra, a mi eredményünkön túl a legjobb eredmény. Vasas Hajdunálás 31-33, meglepetés a javából, erre szerintem senki nem gondolt volna, hogy a Vasas otthon nem, hogy nyerni nem fog, de még ki is kap a Hajdunálás ellen, 2 gólos vendégsiker, tehát mit szóltál akkor, amikor megkaptad ezt a hírt? Hát, először azt mondtad, hogy átverés, nem? Amikor te mondtad nekem, emlékszem, akkor igen. Én azt hittem, hogy szórakozol. Igen. Hát nem gondoltam, hogy átverés, mert Balázs neki küldött 8 órakor egy SMS-t, mert beszélt a nálási játékossal, hogy megverték a Vasast. Örülök neki, mert kicsit megint fellélegezhetünk, de igazából megtanultuk az utóbbi hetekből, hogy minket nem foglalkoztat most már sem a Vasas, se a Nyíradon senki. Csak magunkkal kell foglalkozni, hiszen ezt a bajnokságot csak mi tudjuk elbukni. A vetétársaink pedig segíthetnek ebben, hogy ez mi hamarabb eldőljön, hiszen már nagyon jó van, ahogyha fellélegezhetnénk is, és nyugodtan csak a játékkal kellene koncentrálni. A mi mérkőzésünkről beszéltünk, Eszterházi Kálfesték, Lobosis, Inár Csörkény, KC 34-28. A Debrecen 2 otthon 3 góllal alul maradt a Nyiradonnyal szemben, ez is egy jó mérkőzés lehetett, szoros csata. A Nyiradon győzelme azonban hát borítékolható volt szerintem első igen, látásra. Igen. És még egy meccs a végére, Orosháza Hajdúböszörmény 38-22. Nézzünk akkor most egy pillantást a tabellára, hogy állunk jelenleg. Az első Kálfesték, Lobosis csapat a 32 ponttal vezeti tehát a tabellát. Második a Nyiradony ezzel a győzelmével és a Vasas pontvesztésnek köszönhetően 29 pontos, tehát a Nyiradony, harmadik pedig a Vasas 28 ponttal, a Kispest 26-tal, én úgy gondolom, hogy hát ők azzal a 6 pontos hátránnyal velünk szemben, a 2 pontos bajnoki rendszerben, azért ez már egy komoly hátrány. Na hát, hogyha már benne voltunk az eredményekben, akkor javaslom, hogy férfi kézilabdáról is beszéljünk. Először elmondanám önöknek a 14. forduló eredményeit, aztán pedig Petivel kicsit beszélgetünk erről a fiú meccsről, erről az Eger Mezőkövest szomszédvári derbiről, annál is inkább, mivel hát tanulságos összecsapás volt. Nézzük azonban a 14. forduló, az NB1-B keleti csoportjának 14. forduló beli eredményeit. Ózd Balassagyarmat 35-31. A jövő és a hétvégi ellenfelünk, az Ózd, tehát megverte otthon 4 góllal azt a Balassagyarmatot, akiktől előző héten kaptunk ki Balassagyarmaton. Balmazújváros Gödöllő 34-23, ez nem meglepő, Balmazújváros ugyanis a mezőny egyik legjobb csapata. Az viszont, hogy a Békés otthonában a listavezető Török Szent Miklós kikapott 3 góllal, ez talán meglepetés. A Hajdunálás Lajos Mizse meccs 23-25 lett, a Nyíregyháza otthon 9 góllal verte a Hajdúböszörményt, és a mi mérkőzésünkön 33-30-as mezőkövesdi siker a Teltházas körcsarnokban. Te is ott voltál, Peti, a mérkőzésen. Hát rég volt ennyi ember férfi kézilabda meccsen, és direkt mondom így, hiszen egy évvel ezelőtt a Vácot fogadtátok, az NB1-es Vácot a Magyar Kupában, ahol sikerült megtölteni a körcsarnokot. Hát a fiúknak hosszú idő után sikerült először, hangulat jó volt, a felfokozott várakozás érezhető volt, viszont az eredmény úgy gondolom, hogy nagyon nagy csalódás. Nem csak az eredmény, hanem az is csalódás, hogy egy 800 fős publikumban a 100 fős mezőkövesdi sereg az le tudja szurkolni, vagy le tudja kiabálni az egrieket.
ebben szerintem még mind női, mind férfi szinten nagyon le vagyunk maradva, hiszen itt a mezőkövesi szurkolók szinte még egy plusz embert tudtak varázsolni a pályára, és olyan holtpontokon lendítették át a csapatukat, melyel maguk javára tudták fordítani ezt a találkozót. Hát ez egy nagyon komoly rangadó volt, ugye a két város között nem túl jó a kapcsolat. Pláne ősszel egyébként nyertünk mezőkövesdőt. Igen, ez most revánsot vett a Matyóföld. Igazából kicsit, hogy a fiúkat is védjem, nekik is zaklatott volt a hét, hiszen csütörtöktől már nem edzhettek a körcsarnokban, mert paralimpiai asztali tenisz selejtezők voltak a körcsarnokban. Fent voltak a lánykán, nekik az szintén egy idegen pálya. Bár nagyon nehéz erre fogni ezt a vereséget, nem is lehet szerintem. Igazából nem tudom, nagyon elfáradott az eger is, rohantak, és a mezőkövesd a végén frissebbnek bizonyult. Tehát végig vezetett is a mezőkövesd, ugye? Tehát igen, az első fél időben egy nagyon komoly hátrány dolgoztak le az egri fiúk, illetve át is vették a vezetést, ekkor egy kicsit fel is lélegezhettünk, hogy ez a másik fél időben így lesz, aztán valamiért ismét a kövesdiek vették át a vezetést, és ugye az egriek csak futottak az eredmény után, illetve ott védekezésben, kapus teljesítményben is a végjátékban előrébb volt a kövesd. Nézzük a tabella, hogy áll ezek után. Én úgy gondolom, hogy már a múlt heti balassagyarmati vereség után gyakorlatilag lemondhattunk a bajnoki címről, már amennyiben ez megfogalmazódott célként a csapat tagjaiban. Most viszont hát igazság szerint már a dobogó is nagyon-nagyon messze van, hiszen 5 pontra vagyunk a harmadik mezőkövestől. Nézzük pontosan, hogy is áll a tabella. A Balmazújvárosi sikerének köszönhetően megelőzte a Törökszent Miklóst 1 ponttal. Tehát a Miklós előtt a Balmazújváros 24 ponttal egészen pontosan. A mezőkövesd ez az egri győzelmével 23 pontra zárkózott a Törökszent Miklós, és hát látható, hogy 1 pontra vannak a listavezető Balmazújvároshoz képest. Negyedik maradt a Nyíregyháza 20 ponttal, mi pedig maradtunk 18 pontosak, és az ötödik helyen. Hát látható, hogy 6 pont a különbség a Balmazújváros és az Eger között, szinte behozhatatlan előny, és hát a dobogó is most már 5 pontra van, nehéz lesz majd a dobogón végezni, bár tudjuk a célkitűzés elvileg az első 4 hely megszerzésének valamelyike, de hát nem hiszem, hogy a negyedik helyen elégedett lenne ez a keret, meg ez a csapatvezetés. Nézzük hétvégének még egy sportágát, a vízilabdáit, bár ugye az EKL Fegerfud Imola csapat a múlt héten egy hétközi fordulón szerepelt, nem volt teljes az a forduló szerdai napon, hiszen utána is csütörtökön és pénteken is rendeztek mérkőzéseket, akkor ugye múlt héten egy héttel korábban nem tudtuk ezeket az eredményeket önökkel megosztani, hiszen egy nappal rá játszották ezeket a meccseket, íme most megtesszük, bepótoljuk ezt, 21. fordulót rendezték az OB1-ben, egy hétközi forduló tehát, ahol az EKL Fegerfud Imola csapata az FTC Waterpolo csapatát látta vendégül a Bicskei Uszodában egy szerdai déli időpontban rendezett összecsapáson. Előzetesen legyen ennyi elég, hogy 5-2-re vezettek a fiúk az utolsó negyed elején, aztán a Fradi egyenlített, sőt az utolsó másodpercekben, 4 másodperccel a vége előtt 2-es ember előnybe került, és hát Labonc Józsinak óriási bravúrt kellett bemutatni a kapuban, hogy ne kapjunk ki. Így tehát gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy megmentettük az 1 pontot, holott sokkal több volt ebben a mérkőzésben. Nézzük, miként alakult a többi eredmény. A junior válogatott kikapott 9-8-ra az OSC-től a mi meccsünkről. Most említettem szót, 5-5 lett, tehát ez az összecsapás. A Szeged nagy csatában verte otthon a Honvéd együttesét. Nem várt szoros végeredmény ez a Szeged-Honvéd 7-6. A Cetefeger itthon nyert 8-1-re a BVSC ellenében, a Debrecen Kaposvár mérkőzés 14-7 lett, a Szolnok megint nem tudott rangadót nyerni, ezúttal is hazai pályán kaptak ki, a Tiszapartiak méghozzá Vasastól 7-6-ra, és végül egy számunkra szinte jó eredmény, a Szentes idegenben meg tudta verni a Pécset, így a döntetlenünk következményeképpen sem előzött meg minket a Pécs, tehát maradtunk a 11. helyen, ezt már láthatják most kedves nézőink a tabellán. 11. az EKL Fegerfud Imola, most már 1 ponttal a 12. Pécs előtt vagyunk, a dobogó pedig Szeged, Cetefeger, Vasas továbbra és a sorrend. A hétvége program ajánlatát is megtekintedik most kedves nézőink, itt elsőként az Esterházy Károly Főiskola angol kupa elnevezésű kispás labdarúgó bajnokságára hívnám fel a figyelmet, tegnap rendezték az A és B csoportos
mérkőzéseknek a második fordulóját, pontosabban a második fordulóbeli mérkőzéseket a Leánka úti műfüves pályán. A mai napon este 6 órától 11 óráig a C és D jelű hatosok kerülnek majd sorra a második fordulóban. Aztán férfi vízilabda csütörtökön, rendhagyó időpontban, amikor az 19.30 órai kezdete, Kaposváron, kiesési rangadó, vagy alsóházi rangadó, hogyha lehet így fogalmazni. Az utolsó Kaposvár egy hónappal ezelőtt játszott itt Tegerben, és hát sajnos elvitték a 3 pontot, ez az egyetlen győzelme egyébként a Kaposvárnak a bajnokságban. Jó lenne visszavágni Somogyországban a fiúknak, hát remélhetőleg meg lesz legalább a pontszerzés. A női kézilabdások, ahogy említettük, szombaton játszanak majd Békés Csabán 15 órától a sereghajtó Csorvás ellen. A férfi kosarasok elkezdik 2 hét szünet után a felsőházi rájátszást, méghozzá a jelenleg 6. helyen álló egriek, az EK Feger Hész a 4. helyezett TF Budapest csapatát látják vendégül, szombaton 16 órai kezdette a Leánka úti Eszterházi csarnokban, és még egy esemény vasárnapra, az SBS Eger Eszterházi Szabadidős Sportegyesülete azt az Ósz gárdáját látják vendégül, akik ugye most a Balassagyarmatot megverték, viszont mi ugye ősszel tudtunk nyerni Ózdon, tehát azért nem várható könnyű mérkőzés. Most sem a fiúkra, vasárnap 18 órakor lesz ez a találkozó a Dr. Kemény Ferenc sportcsarnokban. Tömören, gyönyörűen ennyi. Peti, nektek én sok sikert kívánok Csorvásra. Hát reméljük, hogy nem itt szakad meg majd a jó sorozat most már, ami a nyíradöny után azért folyamatos, illetve hát ne is nagyon szakadjon meg a sorozat most már a bajnokság végéig. Köszönöm, hogy itt voltál, és hát megmentetted a mai műsorunkat. Kedves nézőnek a figyelmet köszönöm. Még egy mérkőzést hagy ajánljanak önöknek, egyből utánunk a női kézilabda csapat hétvégi Nács Örkény elleni összecsapását láthatják egyből utánunk. Holnap a Firkászok című magazin műsorunk után pedig az Eger mezőkövest férfi rangadót, az követően pedig egy angol kupa kispályás mérkőzést. Az előttünk álló program tehát ez. Hétvégén terveink szerint kosárlabda és férfi kézilabda mérkőzésen leszünk majd kint, tehát jövő héten ezekkel a meccsekkel jelentkezünk. Holnap várom önöket a Firkászokban. Minden jót, viszontlátásra!